akiket majd fel fogok szólítani az imádságra, hogy imádkozzanak a testvérek. Arra kérem a testvéreket, hogy dicsőség az Úrnak, hogy Isten jó ige hirdetőket. És már van 20 teológiát végzett roma testvér, akiket köszöntünk, akik itt vannak az elmúlt évben az Erdélyában a részletben. És nagyon jó ige hirdetőink vannak, szolgálattevőink. Tudom, hogy hosszat tudunk prédikálni, ennek örülünk, amikor csak a gyülekezet van együtt, hogy eljövünk szolgálni. De egy ilyen alkalommal már előre mondom a testvéreknek, hogy mivel időhöz és korlátozva vagyunk, minden csoportnak lesz lehetősége, és a testvéreinek, hogy bekapcsoljunk a szolgálatba, és nem azzal leszünk szellemi érvek, lelki érvek, ha nagyon hosszan imádkozunk és hosszan szolgálunk, hanem azt, hogy egymást röviden, tömören és a lélek keretével vidámítsuk meg és építsük. Ezért megkérem a testvéreket, akik imádkoznak is. Nem akkor fog Isten minket meghallgatni, ha hosszan imádkozunk. Az Úr Jézus erre tanít is bennünket. Amikor a gyülekezetben vagytok, röviden imádkozatok a lényeg. Amikor a vakarnában vagy otthon, akkor lehet óra hosszáig is imádkozni az Úr. Az Úr a szíveket nézi és a szándékot. Ezért kérem az imádkozó testvéreinket is, akár az áldáskérésre, akár majd a háladásra, akár a bizonyságkerületet és a szolgáló testvéreket, hogy legyünk figyelemmel az Úr Jézus szavaira, tanítására és egymásra, hogy ne legyen az, hogy az egyikesség hosszabban is, és kifutunk azokból abból az időből, amikor már vissza kell menni egyeseknek, a határán hosszabban kell várni máskor. Ezért kérem a testvéreinket, azokat, akik Magyarországról jöttek, akik Romániából vannak, akik Amerikából vannak, legyünk figyelmetességgel, és előtiszteltel egymás iránt. Megtiszteljük az Urat és egymást is, és az imádság alatt is kérem, hogy a csendet továbbra is tartsuk meg, és hogy mondom sorrendben, mindenki számolja, hogy egy, kettő, hanyadik, és úgy fog majd imádkozni. Tehát egy ilyen csoporral jövünk az Úr elé, Isten, megkérjük, hogy álljon meg bennünket, hogy legyünk egységben, ilyen értelemben is, hogy az Úr meg tudjon áldani bennünket, és jegye fel az ő szolgáit az ige szolgálatra, a bizonyságtevőket, a bizonyságtételre, az énekeseket a dicsőítésre, hogy elhasson szívünkig Isten igéje, az üzenet, az ének, és legyenek, akik ma döntenek, és átadják a szívüket Jézus Krisztusnak. Legyenek olyanok is, akiket Isten ma megtisztít, megújít. Szükségünk van arra, testvéreim, hogy Isten megtisztítsa az ő népét. És ahogyan a témánk is, engedd, hogy Isten megtisztítsa. Engedd! Isten erőszakkal nem fog egy munkát elvégezni senki életében. Jézus Krisztusról úgy van megírva a Jelenések könyve 3. részében, hogy az ajtó előtt áll, és fogok. Ha valaki meghallja az Úr szavát, az Úr hangját, a szívünkben, a lelkünkben, ezen a napon is, és kinyitjuk a mi szívünket az Úr Jézus előtt, ő bemegy a te szívedbe. Ha meg már bent van, és meg akarja tisztítani a te életedet ma, le akarja mosni róla az összes bűnödet, meg akar tisztítani minden vétkettől, amit te esetleg úgy gondolsz, hogy még az megtűrhető a te életedben, ha meghallod az Úr hangját ma, kinyitod a szívedet ő előtte, az Úr megtisztít, és használni fog az ő kezében. Istennek az a terv és az a célja, hogy még sok cigány ember, sok roma ember megtérjen, az üdvösséget megismerje. Eszközökre van Istennek szüksége. Elsősorban azért van ez a nap, ez a konferencia, hogy te Isten eszköze legyél, Isten téged megtisztítson, Isten a kezébe vegyen és használjon. Imádkozunk most ezért, Orbán Károly testvér kérem, utána Hamza Sándor Rikit, Veller Jimmy testvérünket, Móda Sándor, Lovas Vincét, Jeremiás Árpádot, Kanalas Károlyt, Hamza Imre testvérünket, Jimmy, Lakatos Lászlót, Hajdúhatházról Lacikán téged kérlek,
és majd Szilárd jelentetesség fogja befejezni az imacsoport. Egy imacsoport fogunk összekötni, Isten elé oda helyezni, és a megnevezett testvéreink sor rendbe kérem, hangosan álljanak fel a helyükön, és imádkozzanak. A többi gyülekezeti tagokat pedig kérem, hogy maradjunk csendben továbbra is, hogy meghallhassuk az Úr hangját, és ki tudjuk nyitni szívünket az Úr előtt, hogy tudjon ezen a napon szólni hozzám a mi szíveinkhez. Csendesedjünk el, maradjunk csendben, és kérem a megnevezett testvéreket, hogy imádkozzanak.